30 millió forintos beruházás a gyermekklinikán, megújult az ambulancia és a sürgősségi osztály. Átveszik a fiatalokat és a stadiont is kérik, városi klubokban folytathatja a PMFC utánpótlás. Színház az egész városban, csütörtökön indul a poszt. Egy nap az egészség jegyében vitál véradást tartanak szombaton Pécsett. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Ünnepélyes keretek között adták át a PTE gyermekgyógyászati klinikájának közelmúltban megújult és kibővített ambulanciát és sürgősségi osztályt. Az éve szinte mintegy 100 ezer főt érintő beruházás 30 millió forintból valósult meg. A szalag átvágásával pedig kezdetét veszi a munka a megújult és 300 négyzetméterrel kibővült ambulancián és egy csoktalanítóval, illetve egy rendelővel bővült sürgősségi betegellátó részlegen. Ez természetesen nem csak mennyiségi változást jelent, hanem egyben minőségit is, hiszen sokkal tágasabb várakozó terekbe töltetik az időt a gyerekek és hát a hozzátartozók, valamint a felújított sok tanító helyiségbe, hát a legsúlyosabb sürgősségi eseteket is problémamentesen és nagyon gyorsan el tudjuk látni. A beruházás mintegy 30 millió forintba került, melynek egyik felét a klinikát segítő alapítványok, a másik felét pedig a Pécsi Tudományegyetem adta. A gyerekklinikán mindig is hagyomány volt az, hogy nem vártak, hanem mindig volt egy cél, amit kitűztek, amihez összegyűjtötték egy kis állami és sok társadalmi segítséget, forrást, és megcsinálták azt, amit elterveztek. Most is ezért vagyunk itt. A Pécsi Gyermekklinikán éves szinten mintegy 100 ezer járó és 10 ezer fekvő beteget kezelnek. Ha ezt hozzáveszük a kísérők számát, akkor több ember fordul meg ott egy év alatt, mint amennyi a baranyai megyeszékhelyi lakosság száma. Egy autóbusz kapott lángra Pécs határában, de szerencsés módon senki sem sérült meg. Az eset az 58-as főúton Pécs déli határánál történt. A pécsi hivatásos tűzoltók két sugárral eloltották a tüzet. A kiégett busz az útpálya egy részét elfoglalta, az 58-as főúton az M60-as csomópontjának közelében haladókat arra kérte a katasztrófa védelem, hogy vezessenek óvatosan. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2 milliárd 15 millió forint keretösszegű pályázatot írt ki a települési önkormányzatok részére a helyi közösségi közlekedés támogatására. Az önkormányzat a település közigazgatási határán belül helyi díjszabás alapján végzett személyszállítási szolgáltatás támogatására nyújthat be pályázatot. Amennyiben a településen van már helyi személyszállítási közszolgáltatás, illetve regionális vagy elővárosi személyszállítási szolgáltatás, ekkor is igényelhető támogatás. Minden esetben feltétel az, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást az önkormányzat január 1-től december 31-ig folyamatosan fenntartja. A támogatás terhére kizárólag a helyi személyszállítási közszolgáltatást végző vagy azt megrendelő önkormányzatoknál a bevétellel nem fedezett indokolt költségek számolhatók el. Feltétel, hogy az önkormányzat maga is járuljon hozzá a költségekhez, a támogatás összege az önkormányzati saját forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja meg. Átveszi a PMFC-től távozni akaró fiatalokat a város sportcége és a PVSK. Az utánpótlás nevelést nem érheti kár a város vezetés szerint. Ezért ajánlják fel a lehetőséget a gyerekeknek, illetve a szüleiknek. A szakembereket szintén várják. Kiderült az is, hogy visszakéri a Mecsekaljai stadiont Pécs polgármestere. Ez lehet majd az új NB1-es csapat otthona a jövőben. Hétfőn beszéltek erről a Várkői stadionban. A PMFC körüli események miatt nem érheti hátrány az utánpótlást. Ezért a város sportcége, illetve a PVSK várja a fiatalokat. Azokat, akik el akarják hagyni a bizonytalan sorsú egyesületet. Az edzők sem maradnak munkanélkül. Rengeteg olyan edző van, akiknek a további munkája itt azért biztos, hogy kétséges. Mi mindent megteszünk azért, hogy az a több mint 300 gyermek megfelelően folytathassa tovább, és a mellettük lévő stáb a munkát, és szeressék továbbra is a futballt.
Három éve dolgozik együtt a Pécsi Sport és a PMFC a Törp foci programban. 1200 óvodást mozgatnak meg minden fél évben. A Bozsik programban 60 gyerekkel vesznek részt már két éve. Ősszel műfüves pályát építenek, sorolja a vezérigazgató. Várja Attila azt mondja, minden gyereket át tudnak venni. Lesz elég pénz, pálya, felszerelés az edzésekhez, a működtetéshez. Pécs polgármestere levelet írt a PMFC többségi tulajdonosának pénteken. Kéréssel fordult Matyi Dezsőhöz. Azt a 50 évre kötött megállapodást tekintsük tártalannak, amit annak idején történt, amikor is a 2007-es évben az akkori városvezetés 50 évre adta át a csapat, illetőleg pontosabban a pályák használati jogát a tulajdonosnak. Ezt tekintsük át, és a város szeretné visszakérni ezeket az ingatlanit. A város szeretné, ha minél hamarabb lenne NB1-es foci csapata. Ehhez kell a stadion. Mindenről a Várkonyi stadionban beszéltek hétfő délután. Június 4-én indul az idei Pécsi Országos Színházi Találkozó, összesen 235 program várja a fesztiválozókat. Minden meghirdetett előadást megtartanak, valamint gazdag kísérő programok várják majd az érdeklődőket. A fesztivál igazgató azt mondja, érdemes feliratkozni a Poszt hírlevelére, hiszen itt minden nap kaphatnak információkat arról, hogy milyen előadásokra juthatnak majd be még a látogatók. Naponta küldünk ajánlókat, napi ajánlót, illetve bizonyos előadásokra még last minute kedvezményt is küldünk megelőző napon, tehát azt gondolom, hogy megéri a hírlevélre beiratkozni és naponta nézni azt az egy-két hírlevelet, ami érkezik. Azt hiszem, hogy a program gazdag, nagyon gazdag, a sétatér működik, a Jókai tér működik, Széchenyi téren kiállítás, Nádorban kiállítás, művészetek háza minden nap zsúfolási programmal, rengeteg előadást láthatnak a Zsolnai negyedben is, valamennyi helyszínen ott vagyunk, a Bubi tovább színházban, az E78-ban, illetve a Jeszben, minden este programok, látogassák a Posztot, jöjjenek minél többen. Vitál véradást tart a Pécsi Vérellátó Központ a hétvégén, szombatra várják a donorokat. Az intézmény vezetője szerint a nyári időszak tartogathat meglepetéseket, ezért minél több véradót várnak az egészség jegyében telő napra. Ismerősén segít Eszter, vért az új Pécsi Vérellátó Központban vettek tőle. Azt mondja, korábban rendszeresen látogatta a központot, és most is erre buzdít mindenkit. Persze mindenki keresse fel, nyilván mindenkit buzdítok arra, hogy adjon vért. Hát én a gyerekeim születése előtt rendszeresen adtam vért, úgyhogy elég sokszor voltam, és most viszont felkérésre egy ismerős szenvedett balesetet, és azért vagyok itt, hogy neki segítsek. Vérre minden nap szükség van a régióban, mondja a központ vezetője. A nyári időszak előtt különösen fontos lenne a megfelelő vérellátás. Minden nyár tele van meglepetéssel, de azt biztosan tudjuk, hogy a nyár mindig nagyon nehéz. Nehéz azért, mert a véradók szabadságra mennek, munkahelyükön nem érhetők el, otthonukban nem érhetőek el, hiszen kénytelenek vagyunk rendszeresen hívni a véradókat. Az országos vitál véradáshoz a Pécsi Központ is csatlakozik a hétvégén. Június 6-án 10-től 18 óráig az új helyszínünkön, Pacsirta utca 3-ban várjuk a véradókat. Azért gondoltuk, hogy itt lesz a véradásnak a helyszíne, hogy az emberek megismerjék ezt a helyszínt, megismerjék az épületet, és könnyedén eltaláljanak ide. A szervezők a vitálvéradás résztvevőinek egészségcsomagot állítanak össze. Platánfákat permeteznek, csipkés poloska ellen Pécsett, összesen 1706 darab fát szórnak be vegyszerrel. A permetezésre június 2-a és 16-a között kerül sor Pécs teljes területén. A beavatkozás az éjjeli órákban történik, este 10 órától másnap hajnali 4-ig. A permetezés során felhasznált szer emberekre, állatokra veszélyt nem jelent, viszont méhekre mérsékelten, vízi szervezetekre fokozottabban veszélyes lehet. A Biokon felhívja a lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogos forgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket és a forgalmat.
Augusztusig biztosan marad a villamos Pécs belvárosában, arról pedig, hogy azután is maradhat a sárga gépezet, a Pécs és térségek közösségi közlekedésért egyesületnél csak reménykednek. A 2013-ban Pécsre hozott 102 éves villamos ugyan nem szállított korábban utasokat Pécset, mégis nagy népszerűségnek örvend a városban. A BAMA információi szerint a kormányhivatal az egyesület kérésére 3 hónap haladékot adott a tartós engedélyek tervrajzok beszerzésére és elkészítésére. Így augusztusig biztosan maradhat a villamos a belvárosban, de az egyesületnél reménykednek, hogy a nyáron már akár több évre is megkaphatják a szükséges engedélyeket. Kedd délelőtt neves rajzfilm készítőkkel, köztük filmrendezőkkel, operatőrökkel és hangmérnökökkel vette kezdetét a kétnapos első pécsi animációs konferencia. A program sorozat célja az animáció népszerűsítése és annak múltjának, jelenének és jövőjének a bemutatása. A magyar animáció tavaly ünnepelte a 100. évfordulóját, és ebből a 100 évből 40 évet volt jelen a pécsi rajzfilmkészítés, 74-től az Ixilon Filmstúdió megalakulásától. Mondhatom, hogy a mai napig is rajzfilmkészítés folyik a városba, és nagyon sok kiváló szakemberrel. A több mint 600 műtárgyat magában foglaló Gyugyi gyűjtemény hétfőn újabb értékekkel gyarapodott, a kollekciónak nevet adó Gyugyi László újabb felajánlást tett Pécsnek. 19 újabb zsolnai alkotással gazdagodik a kulturális negyedben látható állandó tárlat. Az Amerikában élő műtárgygyűjtő kérdésünkre elmondta, a mostani felajánlás értékeit valamivel több mint egy év alatt gyűjtötte össze. Szerencsés körülmények között körülbelül valamivel több mint egy év, és ez nem mindig így van, ugye, és különösen azért is, mert ugye most már nagyon az, hogy milyen darabokat kell beszereznem, az nagyon leszökült kategóriában van. Ugye az egyik dolog föltétlenül, hogy kiegészíteni a gyűjteményt, ami valódi kiegészítés, vagy egy valamilyen stílusnak, művésznek, tervezőnek a munkájának a teljesebb bemutatása. A jelenlegi 14-ről 16-ra nőhet a csapatok száma a magyar férfi vízilabda OB1-ben, ha a liga javaslatát elfogadja a Sportági Szövetség elnöksége, adta hírul az MTI. Az MVLS honlapjának híre szerint a liga hétfői ülésén állt elő indítványával, amelyről várhatóan a jövő héten dönt a szövetség vezető testülete. Ha az elnökség igent mond a létszám bővítésre, akkor nem lesz kieső a 2014-15-ös szezonban, vagyis az utolsó Pécs és az osztályozós helyen végzett KSI is bennmarad az élvonalban. A másodosztályból pedig a már felkerült Miskolc mellett a mögötte második helyen zárt Tatabánya is feljut az OB1-be. A Pécs nem járult hozzá, hogy megtudjuk az MLS álláspontját, írja a pécsiújság.hu. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége elutasította a Nyíregyháza és a Pécs kérelmét, és mindkét klub esetében helyben hagyta a másodfokú liszenszadó bizottság döntését, mely szerint nem kapták meg az első osztályú induláshoz szükséges liszenszet. Az MLS honlapján olvasható keddi részletes beszámoló szerint egyedül a Nyíregyháza járult hozzá ahhoz, hogy a liszenz kérelemmel kapcsolatos dokumentumokat nyilvánosságra hozzák. A szövetség szerint nem meglepő, sőt kifejezetten sokat mondó, hogy a Pécs, a Kecskemét és a Pápa nem járult hozzá ahhoz, hogy a közvélemény megismerhesse a teljes igazságot. Tolna és Somogy megye híreivel folytatjuk. 70 éve több mint 13 ezer bukovinai székely telepítettek a térségbe, az évfordulóra konferenciát szerveztek Bonyhádon, ahol jelen volt a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Potápi Árpád János is. A politikus hangsúlyozta, az elmúlt években számos olyan intézkedést tett a kormány, mely azt bizonyítja, hogy Magyarország felelősséget visel a határon túl élő magyarság sorsáért is. A Hidasi Református templom falán faragó stációban látható a bukovinai székek vándorlásának állomásai. Bízom benne, hogy több kép már nem kerül oda fel, mert az azt jelenteni, hogy a székelyek végérvényesen hazára leltek. Ezt mondta Asztalos Zoltán, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke, a betelepítések 70. évfordulóján Bonyhádon. A népcsoport hányatatása 1764-ben kezdődött, a történelem során többször is költözniük kellett, de nem lehetett őket megtörni, ezért is lett olyan összetartó a székelység, hangzott el az előadásom.
több ízben került sor menekülésre. A menekülés is minden rossz tulajdonságával együtt, én úgy gondolom, hogy azért összehozza az embereket, és itt Tolna megyében már, illetve Tolna-Baranya és Bács-Kiskun megyében, itt pedig ugye egy teljesen új kultúrába csöppennek bele, teljesen más nyelvezettel, más szokásokkal érkeznek, mint az itt élő emberek, és ez is egy nagyon-nagyon fontos megtartó erő volt. 1945-ben 13.500 bukovinai székelyt költöztettek Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megye 39 falujába. Többségében a kitelepített sváb családok házaiba, így a letelepítés más népcsoportokat is érintett, akikről szintén nem szabad megfeledkeznünk, hangsúlyozta beszédében Potápi Árpád János. A nemzet politikáért felelős államtitkár elmondta, a madéfalvi vérengzés emlékére a magyar kormány által felállított emlékmű felújítását a nemzetpolitikai államtitkárság 17 millió forinttal támogatta. A politikus azt is hangsúlyozta, a nemzetpolitika legfontosabb feladata, hogy Magyarország felelősséget viseljen a határon túlélő magyarság sorsáért is. Nekünk nagyon-nagyon fontos itt Tolnában, Baranyában, Bács-Kiskunban élő bukovinai székelyek számára, hogy egyrészt Erdéllyel, másrészt a régi szülőfölddel, Bukovinával tartsuk a kapcsolatot, azon kívül pedig az itt élő székelységet össze tudjuk fogni, meg tudjuk őrizni az identitásunkat. Az előadások után a székely emlékparkban avatta a kopjafát az évforduló tiszteletére, melyet a helyi katolikus plébános Erbi József is megáldott. Sorozatbetörőket keres a rendőrség. A kaposvári Cseri város részben a közelmúltban több alkalommal is betörtek, főként műhelyekbe, de nem kimélték a családi házakat sem. A tolvajok többnyire feszítővassal próbáltak bejutni az ingatlanokba, a város részben élők félnek az újabb betörésektől. Még a tolvaj lábnyoma is rajta van azon az ajtón, amelyet nem régiben kellett leszerelni, mert felfeszítették. A tulajdonos megmutatta azt a helyet is, ahol még látszanak a feszítővas nyomai. Arcát azonban nem vállalta. Föltörtek egy ajtómat úgy, hogy teljes ajtócsere volt, a kerítést már kétszer megcsináltattam, újból le van taposva, akkor jelen pillanatban nem vittek el semmit, és az első kettőnél, az elsőnél elvitték a hordót, akkor vegyszert, műanyagbalonokat, de több akár, mint amennyit gyakorlatilag elvisznek. Sorozatosak már a betörések itt a Cseri város részben. Főleg műhelyekbe törtek be, és szerszámokat, alkatrészeket vittek el a tolvajok, akik nem kímélik a családi házakat sem. A helyiek közül többen azt beszélik, hogy éjszaka gyakran látni egy kapucnis embert jönni-menni az Egyenesi úton és környékén, illetve más gyanús alakokat is láttak már. Kifigyelik az embert, hogy most egyedül van, idős ember, mikor megy, mikor jön, és megteszik, hogy bejönnek. A helyiek félnek, mondták stábunknak. A környéken egyébként zömével idősek vagy egyedülállók laknak, ráadásul sok esetben a szomszédok sem látnak át a másik udvarába. A lomtalanítás alkalmával is történtek már atrocitások. Nyírtam a füvet, utána permeteztem, hogy adjak vasat. Mondtam, hogy nincs, ha nem adsz, akkor kieresztem a beledet is. Akárhányszor elmentek erre, még ész, majd visszajövök, kiengedem a beledet. Ezen a képen is jól látszik, hogy a zárt ajtón benyúltak valamilyen éles szerszámmal és felhasították a szigetelést. Itt a szúnyoghálót tépték fel, a rongálás nyomai is látszanak. A környéken futó tűzként terjedt el a betörések híre. Elviszik a motorfűrészeket, meg most ami kezükügyibe akad, mindent. Hát aztán most már ide betörtek 4-5-6 helyre. Most ilyen hamar gyábú, ilyen 2-3 hét alatt. A betörések tényét a kaposvári rendőrkapitányság is megerősítette, ám bővebb információt a folyamatban lévő nyomozás érdekeire hivatkozva nem árultak el. Gyári és mezőgazdasági munkás, irodai adminisztrátor és felszolgáló, ezek a legnépszerűbb nyári munkák a diákok körében. Az évzárók közelettével egyre többen jelentkeznek a diák szövetkezeteknél. Somogyban az elmúlt évek tapasztalata szerint közel 2500 fiatal vállal munkát a szünidőben, jellemzően a Balatonon tudnak könnyen elhelyezkedni, de a nyári szabadságolás miatt a gyárak is szívesen alkalmaznak diákokat. Szia! Hello! Jöttem érdeklődni, hogy szeretnék nyári munkát vállalni. Június 15-e az lenne az időpont, amikor már tudnék jönni. És úgy érdeklődnék, hogy milyen lehetőségek vannak. Délelőtt, délután, éjszaka? Hát délelőtt, délután az megfelelő, éjszaka az kevésbé. Inkább napközben.
Konkrétan adminisztratív munka, vagy bármelyik gyárunkba, vagy árufeltöltés, pénztár? Hát, ha lenne adminisztratív, az nagyon jó lenne, de ha nincs, akkor bármelyik gyári munka is megfelelne. Ezek ugyanis a legnépszerűbb nyári diákmunkák. Folyamatos az érdeklődés ennél a Kaposvári Diák Szövetkezetnél. Az adminisztratív munkából van a legkevesebb, ám a skála így is igen széles, mondta Dakó Roland kirendeltségvezető. Felszolgálói pozíciók, szobalány, nyelvigényes munkák, főleg a Balatonon. A gyári munkák, ahol sokkal több diák tud egyszerre dolgozni, a nyári szabadságolások miatt kérnek általában több diákot ilyenkor a vállalatok. A mezőgazdasági munkák is keresettek, de sokan mennének strandra is dolgozni, akár úszómesternek is. Valentin fényezőnek tanult, azonban újabb szakmát szeretne szerezni. Ő már idejében keresett nyári munkát, 3 napja dolgozik. Egy kaposvári tejipari cégnél tejföld, túrót és más tejterméket pakol a fiatal. Azért jöttem nyári munkára, mert legalább addig se otthon unatkozok és pénzt keresek. Aminek már meg is van a helye, meséli Valentin. Azért dolgozok, mert van egy autóm és azt szeretném építeni, továbbfejleszteni. A diákmunkások általában a mindenkori minimálbér összegét kereshetik meg, ez 605 forint óradíjat jelent. Azonban ennél több is lehet a fiatalok keresete, ha nyelvtudás szükséges a nyári munkához, vagy éppen a vendéglátásban helyezkednek el. Ekkor ugyanis még a borravaló és a prémium is plusz bevételt lehet számukra. Ezek voltak a régió hírei. A holnapi időjárás részletei előtt a legfontosabbak következnek egy-egy mondatban. 30 millió forintos beruházás a gyermekklinikán, megújult az ambulancia és a sürgősségi osztály. Átveszik a fiatalokat és a stadiont is kérik, városi klubokban folytathatja a PMFC utánpótlás. Színház az egész városban, csütörtökön indul a poszt. Egy nap az egészség jegyében vitál véradást tartanak szombaton Pécsett. Szerdán is marad a túlnyomóan napos idő, többfelé 30 fok körüli maximumokkal, zápornak, zivatarnak kevés lesz az esélye. Már a köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, viszontlátásra!